Az egyik az, amivel nyilván semmi új nincs. És igazából általában azt mondhatjuk, az álhírekben való hit mögött nem nagyon sok új dolog van, az, hogy feszélyesek vagyunk az információ feldolgozásnak. Van. Az egyik dolog ennek kapcsán, hogy van egy ilyen illúzió, hogy amit többször hallunk állítást, az nagyon valószínűséggel igaz. Ezt sok kísérletben kimutatták, egészen egyszerűen lehet, hogy eleinte nem hiszünk egyáltalán egy állításnak, de minél többet ismétlik, minél többet halljuk, annál inkább hajlamosak vagyunk azt elfogadni. Ez úgynevezett egy igazság illúziója. És az a helyzet, hogy ez jól mutatja azt, hogy miért nagyon hatékony lenni a propaganda, mert valóban, ha egy állítást szökként bevernek a fejünkbe, akkor ez benne tud maradni. És az embernek többlet erőforrást igényel az, hogy mindig kritikailag végig gondolja azt, hogy ez valóban igaz, valóban, mert én ezt elhittem eredetileg, vagy most csak azért hiszem el, mert minél többet hallottam, és kényelmesebb elhívni ezt az információt. Másik az egymásodperces feldolgozás, erről még fogok egy kicsit beszélni. A másik fontos jellemző elfogultság az információ feldolgozásban. Ugyebár ez nem egy nagyon új jelenség szintén, és senkit nem fog nagyon meglepni, de az emberek azokat az információkat szeretik olvasni, hallani, amelyek megfelelnek eleve a véleményükre. Ugyebár meg akarjuk erősíteni a saját vélekedéseket. Nagyon kevesen vannak olyanok, akik mondjuk direkt az ellenoldalnak, a politikai ellenoldalnak a sajtóját szeretik olvasni, vagy ott a televíziókat nézni, stb. Mert az általános reakció az az, hogy na ezt nem bírom, innen elkapcsolom, ezt kibírhatatlan, hazudnak egyfolytán. És hogy ugyebár általában az embereknek vannak olyan vélekedések, hogy szeretnék, hogy úgy is maradjanak, és ez aztán a véleményeink konzervatív. A véleményeink azt szeretik, ha megerősítik őket, és sokszor a cáfolatot inkább elkerülik. És ez a fajta elfogultság, ezt nyilván az álhírekkel jól ki lehet aknázni. A harmadik pedig az információs társas hitelesítése. És ugyebár azt mondhatjuk, hogy sokat hallunk arról, hogy a közösségi média, Facebook, stb. Az az álhír terjesztésnek a fő forrása. Annyiban ez igaz, hogy mondjuk egy, ez is csak kitételekkel igaz manapság, de hogy hagyományosan mondjuk egy média szerkesztősége, az valamiféle információs és valóság szűrőt jelent, amin ritkábban megy át mondjuk teljesen nyílt egyértelmű hazugság. Ugyebár a Facebookon bármi át lehet, hogy álhír oldalt létrehozni, lehet egy nap alatt, hirdetésekkel megfuttatni pár óra alatt, és onnantól kezdve már több százezer emberhez eljuthat ez az információ. És alapvetően azt mondom, hogy ez mind a három jellemző, a felszínesség, az elfogultság és az információ társas hitelesítése, ez megvolt már a közösségi média előtti időszakban is, csak felerősítette ezt a közösségi média, és mit az információ társas hitelesítése, ugyebár nem ugyanaz, hogyha valamit egy számomra ismeretlen bemondó mond a televízióba, mint hogyha az egyik barátom osztja meg, akinek a véleményére egyébként nagyon adott, hát hogyha ezt így gondolja Józsi, akkor ez biztos, hogy így van, és akkor már ez ellátja egy ilyen többlet hitelességgel a magát az információt. Mit értek egy másodperces információfeldolgozás alatt? Alapvetően azt, hogy kutatások azt mutatják, hogy a Twitteren, és valószínűleg a Facebookon ugyanúgy van, a Twitteren megosztott, újraosztott cikkek 60%-át soha senki egyszer sem olvasta el. Megnézzük a címet, hú de jó, osztam tovább. Olvasták mindenképp segjel is. Csak a címét olvastam, de annak alapján meg tudom mondani, hogy tökéletes. Nyilván a teremben jelenlévők közül még soha senki ilyen nem csinál, de vannak olyanok, akik csinálnak, de emberek 60%-a ezt hajlandó néha megtenni. És volt egy ilyen kis gergeszt, egy ilyen tudományos hírcsárda oldal rakta ki ezt a cikket, Science Post, azt hiszem, ami azt mondja, hogy a Facebookozók 70%-a csak a címet és a headline-t olvassa el a tudományos sztorikból, mielőtt kommenteli azokat, és van egy
cím, van egy ilyen rövid bevezető, és aztán utána az egész cikk, ez egy teljesen értelmetlen szöveg, egy lorem ipsum szöveg, ami ugyebár ilyen, ezt egy kitöltő szövegnek szokták használni, grafikusok, stb. Úgy tűnje, mintha van ott lenne a szöveg, mikor valójában nincs, és ezt több mint 60 ezeren osztották meg ezt a cikket. És mindig nyilván gondolhatjuk azt, hogy mindenki értette a viccet, és csak azért osztotta meg, hogy milyen jó vicc. De a másik már említett tudományos kutatás eredményei alapján 60%-a ezeknek a megosztásoknak valószínűleg olyan megosztás volt, hogy valaki olvasta, hogy jaj, de érdekes, hát ezt másnak is látnia kell, megosztam. És ugye már szeretünk kommunikálni másokkal, erre a közösségi média kiváló felületet ad, olvasunk egy jó címet, azt milyen jó, megosztjuk, majd később elolvasunk, ugye? És ugyebár így válhat az ember akaratlanul is az álhírek és összeesküvés elméletek megosztásának az aktorává. Ez a fajta felszínesség, ez szintén olyan, ami a közösségi média révén gyakorlatilag könnyebbé válik. Viszont vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy akkor sem feltétlenül jobb a helyzet, hogyha elolvasom a cikkeknek a tartalmát. A Stanford Egyetem készített egy olyan kutatást, amerikai tínédzserek, felsőéves gimnazisták körében, ahol arra azt a kérdést tették föl, hogy annak a generációnak a tagjai, akik gyakorlatilag az infokommunikációs környezetben léptek fel, és az önpermészetes számukra, mint a levegő, akik ugyebár nem gondolkoznak azon, hogy mi volt az internet előtti korszakban, mert azt nem érték meg, stb. Hogy ők biztos, vagy jobban tudják-e használni, kritikusabban állnak-e a hírekhez, magabiztosabban tudják elválasztani az ocsúta búzától, az álhírt, a valóságos ténytől, és nyilván ilyen felvezető után nem nehéz kitalálni, hogy mik voltak az eredmények, nem. Azt találták, hogy például a vizsgált gimnazisták nagy része nem tudta megkülönböztetni a fizetett cikket a nem fizetett cikket. Tehát oda van írva egy cikkhez, ugyebár ezt ha valaki újságot olvas, vagy az interneten böngész, ott is gyakran van, hogy akkor ott van, hogy fizetett tartalom, és akkor mit tudom, egy cégvezető, kettős pont, brilliáns évet zártunk most is. Ezek a PR cikkek alapvetően, ezekért fizetnek, hogy az internet elkészítsék, és nyilván alá kérdezős. És ez a történet rész, ezt mindenki tudja, aki megnézi azt, hogy ez egy fizetett hirdetés. De érdekes módon nem tartották kevésbé hitelesnek ezeket a cikkeket. A fiatalok, és nyilván ez életkortól ilyen szempontból nem függ, mint a nem fizetett hirdetéseket. Azt is találták, hogy például nem tudom, az ilyen jól hangzó álhír csatornáknak, mint a CNN, a CNN helyett, a cikkeit nem tartották kevésbé hitelesnek, mint az ismert hírcsatornák címeit, mondjuk CNN. Ami azért fontos egyébként, mert hogyha megnézzük, ez Magyarországon is így van, a hír kötőjel tv.net, meg a népszava.hu. Most a kiterjesztésen nem fog emlékezni, de hogy info, azt hiszem, szóval ilyen nevekkel szokták beérezni magukat az álhír oldalakat is, hogy valamit könnyen megtévesztem, hogy ez majdnem olyan, mint az egyébként ismert oldal, úgyhogy biztos igaz az, amit ír. Tehát hogy összességben az a kép rajzolódott képről a kutatásból, hogy a fiataloknak, és mondom, ez a része, ez talán életkortól függő, sőt, még ellenirányú eredmények is vannak, mármint hogy az idősebbeket valamivel könnyen álhírekkel manipulálni. Szóval ez azt mutatta, hogy az alapvető kritikai feldolgozási képesség sokszor nincs meg ahhoz, hogy az információ hitelességét ellenőrizzük, és ez visszakanyarodik az előző gondolathoz, hogy egész egyszerűen nem vagyunk ehhez hozzászokni. Ez egy természetellenes helyzet. Ha nyilván az emberek korábban is hittek mítoszokban, kitaláltak mindenféle történeteket azért, hogy a világot értelmezhetőbbé tegyék maguk számára, de mégis az a helyzet, tehát hogy az a fizikai környezetben mondjuk ritkában fordult elő, hogy folyamatosan hamis dolgok védenek minket körbe, és gyakorlatilag a mai médiavilágban ez egy valós lehetőség, ehhez nem vagyunk ilyen szempontból hozzászokva, és egyébként ezért kell ezt tanulni valamilyen szempontból.